Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyala Jászmin Grész vagyok, több témáink néhány mondatban. Ballagás, Tolna vármegye szerte búcsúztak a végzős középiskolások. Elkezdődött az érettségi, több mint 72 ezer diákat számolt tudásáról. Fejlesztések Kakasdon, 54 millió forintos beruházást adtak át a településen. Népzene és népi hangszer bemutató, rendhagyó énekóra a muzsikás együttessel. A hétvégén országszerte elballagtak a középiskolák végzős diákjai. Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban több mint 150 tanuló búcsúzott el, a tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban pedig csak nem 60 fiatal. Húszol majd a sodrással, s néha áll a szembe, de az az egy jusson eszedbe. Van eszed, szíved és két erős karod, amikkel magad mindig irányíthatod. Tolna megye szerte elballagtak a végzős középiskolások az elmúlt hétvégén. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikumból több mint 150 diák búcsúzott. Ezért az intézmény udvarán két részletben rendezték meg az eseményt. A diákok nagy tervekkel indulnak neki életük új szakaszának. Most az erőmű céloztam meg, pont ott voltam a interjún. Onnan jöttem, úgyhogy az erőmű. Az iskola igazgatója azt mondja, az elmúlt években a folyamatos fejlődésre ösztönözték a fiatalokat. Ez a csapat utoljára fog most így együtt állni. Ezt ők még nem mindig fogják föl egyébként, de alkalmas a pillanat arra, hogy eljussanak eddig a következtetésig. Talán egy kicsit elmondható az, hogy megértek. És az érettségén majd ennek reméljük, hogy adják is tanúbizonyságát, illetve a szakmai vizsgákon is természetesen. Mi jó szakembereket szerettünk volna képezni, illetve előkészíteni őket arra, hogy a tudásuk az alkalmas legyen a ráépülésre, az új befogadására, a folyamatos tanulásra. Jól ismert dallamokra vonultak ki utoljára egy közösség tagjaiként az iskola épületből az udvarra a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium ballagó diákjai szombaton. Az intézménynek most két osztály mondott búcsút, a fiatalok az ünnepséget követően meghatódva nyilatkoztak. Hihetetlen érzés, és most nem is tudok így hirtelen mit mondani, de nagyon boldog vagyok, és mindenkinek köszönöm a sok támogatást, és hihetetlen érzés, tényleg köszönöm. Az iskola hamarosan nyugdíjba vonuló igazgatója a ballagást követően a könnyeivel küszködve azt mondta, az alma máternek most búcsút intő diákok az elmúlt években minden erejükkel azon dolgoztak, hogy az életben sikeres emberek legyenek. Végig tudtuk követni azt, hogy az első kis konfliktusokból hetedikes, nyolcadikos korukban hogy lett tényleg egy szuper jó közösség, és hogy tudták egymást is erősíteni, segíteni abban, hogy tényleg fantasztikus eredményeket értek el, akár az úszók, a sportolók, vagy tanulmányi téren. Tehát az idén, amiket meg az előző évben, amit elértek eredményt, ilyen nagyon ritkán szokott összejönni. Országosan hétvégén és múlt héten pénteken több mint 70 ezer fiatal ballagott el a középiskolákból. Idén egész évben, így télen is megmarad a rezsitámogatás, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter Facebook oldalán. Hozzátette, a rezsivédelem olyan rendszer, amellyel Magyarország azt tudja biztosítani az állampolgárainak, hogy itt a legolcsóbb a villany meg a gáz az átlagfogyasztásig. Jövő télen a tárcavezető szerint biztosan lesz elég gáz, mivel enyhe tél volt, magas maradt a tárolókban a földgáz szintje, miközben Magyarországnak kifejezetten nagy tárolókapacitás van. Egész Európának és Magyarországnak szerencséje volt az enyhe téllel. Egy ország vezetése nem tehet egyértelmű tétet arra, hogy ez mindig így ismétlődik, fogalmazott hozzátéve, ezért döntöttek a biztonsági készlet szintjének felemeléséről. Korábban az éves fogyasztás 10%-át tárolta az ország biztonsági készletként, ezt közel 2 milliárd köbméterre, a fogyasztás 20%-ára emelték, miközben a fogyasztás is csökkent.
Magyarország kormánya úgy gondolja, az anyák szerepe a családok és a gyermekek mellett a nemzet számára is rendkívül fontos. Ezért is döntöttek arról, hogy minden támogatást meg kell adni azoknak, akik úgy határoznak, gyermeket vállalnak, hangsúlyozta Hornung Ágnes, családokért felelős államtitkár vasárnap a Facebook oldalára feltöltött anyák napi videó üzenetében. Kiemelte, a jövőben is azért fognak dolgozni, hogy azt a megbecsülést, tiszteletet, amely az anyákat illeti, a lehető legtöbb módon kifejezzék. Hornung Ágnes emlékeztetett, bevezették a családi adórendszert, a családi adókedvezményt, a 4 vagy több gyermekes anyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességét, elengedték a gyermeket vállaló fiatalok diákhitel tartozását, megnövelték a csedet, és a 30 év alatti édesanyáknak sem kell már SZIA-t fizetniük. Hétfőn reggel 9 órakor elkezdődött az érettségi vizsgák időszaka. Középszinten 72.569, emelt szinten pedig 1771 tanuló ad számot tudásáról a következő napokban. A Tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium diákjai felkészülten vágtak neki a megmérettetésnek. A Tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium diákjainak tartott tájékoztatót az intézmény igazgatója a magyar érettségi vizsga kezdete előtt. Az intézmény pedagógusai mindent megtettek annak érdekében, hogy a nebulók kellő tudással vágjanak neki a vizsgaidőszaknak. Nekünk 52 végzősünk van ebben a tanévben, ebből 49-en írnak középszintű magyar érettségit, ebből egy külsős, tehát aki nem a mi tanítványunk, hanem csak bejelentkezett hozzánk érettségire, és 3-an írnak emelt szinten, tehát nem itt a mi iskolánkban, hanem valamelyik más városban. A magyar feladatlap megoldására a diákoknak összesen 240 perc állt rendelkezésükre, közép és emelt szinten is. A feladat típusok azonban különbözőek. A középszintű vizsga idén utoljára egy szövegértés, 2 választható rövid szövegalkotás és 2 szintén választható műelemzés feladatból áll, míg az emelt szinten vizsgázóknak egy szövegértési és irodalmi nyelvi műveltségi feladatsort, valamint 2 esszé feladatot is meg kell oldaniuk. Mindkét szinten maximum 100 pont szerezhető. A tamási diákok úgy érzik, hogy kellőképpen felkészültek a megmérettetésre. Nem izgultam, nem izgulok még most sem. Amint megkapom a lapot, fogok. A készülés az a 4 év volt. Most előtte nem izgultam túl, megpihentem inkább. Nem igazán készültem, nem is annyira félek. Igazából szerintem a 9 év alatt, amit itt töltöttem, mindent megkaptam tanáraimtól, ami a 3 napra bőven elég, szóval nyugodtan állok az érettségi előtt. A magyarból középszinten érettségizők, vagy Lázár Ervin, a Kovács című novelláját elemezhették, vagy Petőfi Sándor Csokonai és Tóth Árpád Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz című versét kellett összehasonlítaniuk. Akármelyiket is választották a középszinten érettségizők, fogalmazásuknak 400-800 szavasnak kellett lennie. Országos közlekedésrendészeti akciót tart a rendőrség hétfőtől vasárnapig, tudatta az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves terve alapján végzendő összehangolt akció elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. Főként a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés kiterjed az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is áll a közleményben. 657 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 246, szombaton 228, vasárnap 163 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron az egyenruhások. Az ország belsejében 20 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegen rendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1333 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 25 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrségi összesítőből.
Kakasdon a Magyar Falu Programnak és a Belügyminisztérium pályázatának köszönhetően felújításra került a ravatalozó épülete és a Szabadság utca felső szakasza. A két beruházás értéke meghaladja az 54 millió forintot. Mayer Mihály nyugalmazott püspök áldotta meg Kakasdon a felújított ravatalozó épületét. Az ünnepélyes átadó alkalmával a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy egy település temetője sokat elárul a múlthoz való kötődéséről. A község Magyar Falu Programon elnyert pályázati forrásból valósította meg a projektet. Két projektet tudtunk átadni, az egyik a kakasdi ravatalozó felújítása, kívül és belül ennek korszerűsítése. Ez egy magyar falus pályázatból tudtuk megvalósítani, és az összköltsége körülbelül 30 millió forintos beruházást jelent, annak a megvalósítását. Hát nyilván a ravatalozó és a temető területe az, ami minden kakasdi lakost érint. Nagy volt az igény arra, hiszen már egy elég leromlott állapotú épületről volt szó. Ebből a forrásból többek között a nyílászárók cseréje, a villamos hálózat korszerűsítése, külső és belső burkolat megújítása valósult meg, valamint napelemmel és klímával is felszerelték a megújult kakasdi ravatalozót. A temetőhöz vezető utca is felújításra került, arra egy másik forrás biztosított lehetőséget. Maga itt a Szabadság út és járda felújítás, az pedig BMS pályázatból valósult meg. Az volt a szerencsés helyzet, hogy ez a kettő területileg összekapcsolódik, és a pályázat elnyerését követően időben is össze tudtuk kapcsolni. Az előzőleg kátyúkkal tűzdelt Szabadság utca felső szakaszának felújítására közel 24 millió forintot nyert el az önkormányzat. Az útszakasz ebből a forrásból egy aszfaltréteget kapott, a járda tekintetében pedig a betonlapokat térkővel helyettesítették, így a mozgás korlátozottak is könnyen megközelíthetik ezután a kakasdi temetőt. Hét régióban folytatódik a szúnyogirtás a héten. Többek között földi biológiai lárvagyérítést terveznek a szakemberek a Dunakanyarban, valamint a Folyószekszárdi, Bajai és Mohácsi térségében, ahogyan a Velencei-tó környéki lápos élőhelyeken is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. Mint írták, a tavainál esősebb időjárás miatt az idei szezonban már április eleje óta fel kell lépni a csípőszúnyogok lárvái ellen. Közölték, az elmúlt hónapban biológiai kezelésekkel sikerült megfelelő szinten tartani a szúnyogártalmat. Kifejlett szúnyogok elleni védekezésre eddig sehol nem volt szükség. Amíg a tenyésző helyek hőmérséklete viszonylag alacsony, megfelelő hatékonysággal lehet a lárvagyérítést végezni. Azonban, ahogyan melegszik az idő és a vizes élőhelyek hőmérséklete 20 fok fölé emelkedik, a lárvák fejlődése felgyorsul, számos faj esetében ez akár egy hét alatt megtörténik. Ezen a héten a sekélyebb víztestekben, valamint a nagyobb kiterjedésű vizek szegélyzónáiban lesz szükség földi biológiai lárvagyérítésre. Rendhagyó énekórát tartotta a muzsikás együttes a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában két alkalommal is. Az idén 50 éves Kossuth és Liszt Ferenc díjas együttes népzenét és népi hangszereket mutatott be a tanulóknak és a pedagógusoknak. Izgatottan várták és végig jól szórakoztak a muzsikás együttes rendhagyó énekóráján a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A diákok nem csak a népzenével ismerkedhettek, hanem az ősi hangszerekkel is. Két órát is tartott a zenekar, egyet a felsősöknek, egyet pedig az alsósoknak. A népzene nagyon közel a szívemhez, 8 éve azt tanulom, és amikor táncolán vagyunk, én is szívesen éneklek, amiket tudok. Az idén 50 éves muzsikás együttes bejárta az egész világot, azonban zenéjükre itthon lenne a legnagyobb szükség, főleg a tanulói fűság számára. Ebbe az irányba 2004 végén kezdtek el lépni. Az a céljuk, hogy arról a zenéről, hangszerekről, szokásokról meséljenek, amit a falu megőrzött. Ki gondolná például, hogy vannak olyan dallamaink, amik több ezer évesek, több ezer év óta kísérik a magyarságot. Hát ezt nem gondolnak, és ha kellene mondani ilyet, hát az ember bajba lenne, ugye? Közben olyan dallamok ezek, amiket a honfoglalók már daloltak, már az előtt.
több ezer tudomány bebizonyította is. Balipap Zsuzsannának, aki maga is az iskola diákja volt egykoron, sikerült a muzsikás együttest meghívni, mondta Sonfai Eszter Dóra, intézményvezető. Nagyon-nagyon nyitottak, de nem csak az ének zenetagozatos, illetve az ilyen orientációs osztályok, hanem általában a gyerekek nagyon nyitottak erre, és nálunk van lehetőség arra, hogy alsó tagozatban népzenét, népi táncot tanuljanak, és hát ez látszik is most az együttes, ahogy fogadta a gyerekek hozzáállását, nyilatkoztak róla, hogy nagyon jó kis csapat volt. Az evangélikus iskola után másnap az Apácaiban is tartott két rendhagyó énekórát, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas együttes. Regionális híreink következnek. A település egyetlen boltja újult meg a Magyar Falu programban, modern üzlet működik mostantól Iván Batyánon. Nagy mennyiségű drogot birtokolt, évekre rács mögé kerülhet a pécsi férfi. Harmadik pécsi dallamok, jótékonysági koncert egy zongoráért. Több mint 19 millió forintból újult meg az Iván Batyáni kisbolt. A baranyai település ugyanis sikeresen pályázott a Magyar Falu programban az üzlet teljes körű felújítására. Modernizálták többek között a víz- és villamos hálózatot, napelemeket helyeztek fel, valamint bútorok beszerzésére is sor került. Teljesen megújult ez a kisbolt Iván Batyánon. A baranyai kistelepülés egyetlen üzletét a Magyar Falu program keretében több mint 19 millió forintból korszerűsítették. Az átadó ünnepségen a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, hogy már 2019 óta számos területen nyújtanak támogatást az 5000 főnél kisebb lélekszámú településeknek. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, főleg a Covid utáni időszak világított rá arra, hogy segíteni kell a falvakban működő kisvállalkozásokat. Is. Különben előbb-utóbb az lesz a vége, hogy nagyon nagy számon bezárnak a kistelepülési kisboltok. Ez ugye azért baj, mert hogyha hiába javítjuk a közszolgáltatásokat, hogyha az alapvető piaci szolgáltatások nem elérhetők a falvakban, akkor nem tudjuk elérni azt a demográfiai fordulatot a magyarországi községekben, amelyet eredetileg célul tűztünk, és amelynek egyébként látványos eredménye van, hiszen évről évre látjuk, hogy bővül azoknak a településeknek a száma, ahol már nem fogy a népesség, hanem növekszik a népesség szám, és egyre több gyermek születik, ezért írtuk ki ezt a kisboltos pályázatot is, aminek az egyik eredményét látjuk a hátul mögött. A jelenlegi bolt épülete egyébként 1936 elején épült, mint díszes, jómódú parasztház. Az ingatlan már az 1990-es években is boltként működött, illetve az épület hátsó részében italbolt üzemelt körülbelül a 2000-es évekig. 2020. augusztusában pedig újra kinyitott az üzlet, ami most teljesen megújult. Ezzel egyébként megújult egykor nagyon gazdag sváb paraszti borta, mert a bolt mögött ugye az önkormányzat közösségi tere is van. A bolt, a működtető család és a mögötte lévő közösségi tér pedig több lehetőségeket jelent. Tehát itt vagyunk a kisfalu közepén, és nyilvánvalóan ez az intézmény, ezek az intézmények fogják szolgáltatni a közösség mindennapjaiban azt az igényt, amivel a közösségi terek működnek. A kisboltot a Pilger Mayer család üzemelteti. Iván Batyán polgármestere elismerően nyilatkozott a tulajdonosokról. A Pilger Mayerik még akkor vállalták, amikor még nem volt szó erről a pályázati pénzről. Mi igyekeztünk akkor, amennyire tudtuk, önerőből valamennyire megcsináltuk, hogy megkapjuk az engedélyeket, és közben jött ez az óriási dolog a Magyar Falu program keretében. Nagyon-nagyon örültünk neki, és úgy gondolom, nagyon jó a gazda, mert a Pilger Mayer család az egy olyan család, aki nagyon-nagyon szorgalmas, megbecsült emberek a faluba. A beruházás során a teljes villamos rendszer felújítására, napelemek felhelyezésére, a vízhálózat modernizálására, valamint szociális helyiség kialakítására és bútorok beszerzésére is sor került. Több évre börtönbe mehet az a pécsi férfi, aki nagy mennyiségű drogot vásárolt, majd tárolt otthonában. A vádlott korábban hasonló ügy miatt már állt a bíróság előtt. Az abban az ügyben nem jogerős ítélet kihirdetése előtt az eljárás ideje alatt találták meg a rendőrök a házában a pszichoaktív anyagot. A pécsi járási ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel vádol egy férfit, aki pécsi otthonában nagy mennyiségű új pszichoaktív anyagnak minősülő anyagot tartott.
A férfi 2022. szeptember 13-a előtt egy ismeretlen személytől nagy mennyiségű új pszichoaktív anyagnak minősülő kristályos anyagot vásárolt. Ezt egy zacskóban az ingatlan udvarán levő féltető alatt rejtette el. A pécsi rendőrkapitányság munkatársai 2022. szeptember 13-án kutatást tartottak az ingatlanban. A vádlott ezt észlelte, és az új pszichoaktív anyagot tartalmazó zacskót a házban egy szekrény mögé rejtette, ahonnan a pécsi rendőrkapitányság munkatársai lefoglalták. A vádlott által megszerzett és tartott új pszichoaktív anyag mennyisége a jelentős mennyiség alsó határának 659%-a volt. A férfi cselekménye jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag tartásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntetének minősül. A bűncselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés. A pécsi járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítélje, mellékbüntetésül tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze arra is, hogy a nyomozás során felmerült tetemes, több mint 1,5 millió forint bűnügyi költséget fizesse meg. A vádlottal szemben egyébként bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt folyt már egy büntető eljárás a pécsi járásbíróságon. Az ügyben 2022. december 12. napján elsőfokú nem jogerős ítélet született. Ezen eljárás alatt jelentek meg az egyenruhások a házánál, amikor ott megtalálták a drogot. A 3. Pécsi Dallamok koncert elnevezésű zenei eseményt legutóbbi alkalommal jótékonysági céllal rendezték meg. A bevételből a Vocapella együttes hangszert szeretne vásárolni. A zenei estet a Zsolnai negyed Liszt Ferenc hangversenytermében rendezték meg. Harmadszor rendezte meg Pécsi Dallamok elnevezésű koncertjét a Vocapella kórus formáció. Az est repertoárja a pécsi kortárs zeneszerzők műveiből került ki. Ez alkalommal jótékonysági gyűjtés a hangverseny célja. Most számunkra nagyon fontos lett ez az apropó, ez a jótékonysági ügy. Az együttesünk fenntartó nélkül működik, így a civil alapokra tudunk csak helyezni, és szükségünk lenne egy jó hangszerre, hiszen a minőségi munkához elengedhetetlen ma már egy jó zongora, úgyhogy most ebben kérjük a zenebarátoknak, a zenekedvelőknek a segítségét, hogy egy szép koncertért cserébe egy kicsit segítsenek, vagy áruljanak hozzá egy zongorának a vásárlásához. Első koncertjüket még az egyetemi női karral közösen adták. Most is velük együtt léptek fel. Most megfogalmazódott egy cél, a kórusoknak több esetben szüksége van zongora kísérőre, mert nagyon sok olyan mű került leírásra a zeneszerzők által, amiben zongora szükségeltetik, és ehhez, hogy a koncerteket megfelelő színvonalon tudják biztosítani a nézőközönségnek, ezért szükséges a Vocapellának egy hangszert, és ehhez társultunk mi hozzá, hogy mi a megszervezéssel, a koncertszervezéssel segítünk abba, hogy megvalósulhasson az a céljuk, hogy egy hangszert tudjanak vásárolni. Aki támogatni szeretné az ügyet, az a vocapella@vocapella.hu e-mail címen teheti ezt meg. A hangversenyen fellépett még a Fermata vegyes kar Pécsen a Zsolnai negyed Liszt Ferenc hangversenytermében. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Ballagás, Tolna vármegye szerte búcsúztak a végzős középiskolások. Elkezdődött az érettségi, több mint 72 ezer diákat számott tudásáról. Fejlesztések Kakasdon, 54 millió forintos beruházást adtak át a településen. Népzene és népi hangszer bemutató, rendhagyó énekóra a muzsikás együttessel. Kedden a napos időszakokat időről időre mérsékelt felhősödések követik. Elsősorban a délután folyamán záporok is előfordulhatnak. Éjjel zömében derült, csillagfényes égbolt várható, néhol áttetsző fátyol felhőzettel. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!